Starter indult a nap második nyeretlen versenye. A favorit egy kicsit talán gyengébben jön el, de hát nagyon hamar utol fog érni, azt gondolom, a többieket. Nizár pedig ott a mezőny végén, mint hogyha menne kifelé, tör kifelé a kanyarban, teljesen esély nélkül fogja innentől kezdve folytatni. Nézzük a frontot, Reja az, aki elmegy vezetni, Reja és Golden Dollar kettőse hozzá rakott a túlsó oldalra, aztán jön Rock and Roll Fever és Kilimanjaro kettőse, I Got a Feeling, Sarkcsillag, és zárkózik most már talán a háttérből lassacská Mr. Dragon is. Hát Nizár kivételével teljesen együtt az egész társaság, amikor a túlsó oldalt most már javában megkezdték, sőt lassan az ügető átjárót is megközelítik. Reja vezet közepes tempóban nyakán az egész mezőny, Reja mellett Golden Dollar és Rock and Roll Fever, aztán jön Sarkcsillag, Kilimanjaro, Mr. Dragon kézből fogva megérkezik a vezető lovak mögé, ott van az 5.-6. hely környékén, egészen kívül pedig Anteros próbál zárkozgatni. Olaf is viszonylag közel van, tüzesnyéres König Arion zárja az élmezőn, de azért egyre inkább most már kezd megnyúlni a társaság. Menet közben Reja mellett többen is elmentek, némi meglepetése Sarkcsillag kerül az ére, de csak sétál mellettük Mr. Dragon. Mr. Dragon nagyon-nagyon könnyen megy, az utolsó 800 méter kezdetén el fog talán lassacskán most már Sarkcsillag mellett menni. Golden Dollar mögöttük a harmadik, Rock and Roll Fever, Reja, Kilimanjaro, illetve I Got a Feeling mögöttük a sorrend. Az utolsó 500 métert kezdi a mezőn Sarkcsillag és Mr. Dragon egyelőre úgy fest, hogy külön versenyt futnak, nagyon-nagyon kezdenek távolodni a többiektől. Golden Dollarra szaladna rá Rock and Roll Fever, Reja, I Got a Feeling és Kilimanjaro. Jön most már a finisebe befutóra fordulva, Sarkcsillag némi meglepetése egyelőre abszolút állni tudja, Mr. Dragon roha majd bármire ennek a mondatnak a végére, most már azért Mr. Dragon fölénybe kerül. Mr. Dragon könnyedén az ére sétál, a távoztophoz érve 3-4-5 hossz most már lassacskán a favorit előnye Sarkcsillaggal szemben, és ezt a versenyt meg fogja nyerni méghozzá könnyedén. Győztes debütálás ez Mr. Dragontól, könnyedén veszíti el rögtön első versenyében a nyeretlenségét. Mr. Dragon a végén csak sétál, és ő nyeri a futamot, mögötte Sarkcsillag lesz a második, a harmadik helyre pedig megérkezik a Rock and Roll Fever. Hát nem volt véletlen a fogadók bizalma, rendkívül könnyű győzelmet aratott Miroslav Jovanovics idomítottja, illetve hát ő is lovagolta, ő volt a nyerekben, igazolta azt a kvalifikációs időt, amiben egymaga, ugye ez volt a gyanús, hogy egymagában ilyen jó időt tudott elérni. Sarkcsillag jól futott végre. Igen, hát most ő a mondjuk, hogy a meglepetés, egy kicsit talán elmentünk fölötte, vagy mellette szó nélkül, és nyilván a két idei verseny az, ami ezt mondatta, vagy nem mondatta velünk, hiszen azért meglehetősen harmatos volt, kétszer volt utolsó Sarkcsillag, még hogyha legutóbb is volt olyan nagyon messze, az már egy handicap forma volt. Hát nem az, hogy közel volt a győzelemhez, de hát mondjuk Sarkcsillag a többiekhez képest sokkal-sokkal előrébb. Ugye ott jön az a négy ló, akit Mr. Dragon mögé játszottak sokan, vagy az öt ló, mert ugye König Arion is megérkezik. Sarkcsillag volt itt, aki figyelem, aki befutási ért. Sorrend. 4-es, 12-es, a harmadik helyre célfotó a 8-as és a 10-es között. Jó, ott van célfotóban, I Got a Feeling, ő lesz talán majd a negyedik, így van. König Arion pedig az ötödik, aztán Reja a hatodik helyen. Kilimanjaro pedig ezúttal hetedikként zár. Ez volt a nyeretlenek versenyének második része. Hát most Rock and Roll Feverrel kapcsolatban nem tudom, mennyivel lettünk okosabbak, sokkal jobban megy azért, mint... Tehát azért küzdelemben nem tudott élni.